Miután Nagy Károly szétküldte bölcseit, hogy összegyűjtsék birodalma összes regélyét, az ifjú király a 777-es év jegestelén hosszas keresés után kincsre bukkant. Olyan hatalmas és értékes kincs volt, amilyet még sosem láttak a Karolingok birodalmában. Nagy Károly a Nibelungok kincsét találta meg. A Nibelungok kincse. Anyu, milyen nagy volt Nagy Károly? Nem túl nagy. Viszont római császár volt, és Európa atya. Folytasd! A kincs azonban visszájtszított Károly népe körében. A férfiakat hatalmába kerítette a kabzsiság. A kincs miatt vérborította el Károly birodalmát. Mikor Nagy Károly érezte, hogy közeledik a vég, maga köré gyűjtötte bizalmasait. Megparancsolta nekik, hogy rejtsék el a kincset, majd hagyjanak hátra jeleket, más szóval kulcsokat. Hadd találja meg a kincset egy bölcsebb ember, bölcsebb időkben. Válj meg attól, amit szeretsz, hogy megmenthesd a tieidet, tartja a mondás. Károly megvált a kincstől, hogy megóvja a népét. Így a Nibelungok kincsét megint elnyelte a történelem folyama. Maria! Ájkoz! Találtak egy Károly pecsétet. Hello, Ike? Maria! Gyere le, ezt látnod kell, hihetetlen! Holnap is megnézheted. Most nagyon fúj a szél. Justus, egy sárkányfej. A hajdani szláv területen. Az egész parton 10-es erősségű szél fúj, nagyon veszélyes. Majd jövök. Maria! Maria, hallasz? Maria! Itt a babysitter beszél. Már elindult! Méghozzá örökre! Én képviselem az egyetemet, én döntök, itt nem lesz robbantás! Vagy bemászunk fölülről! Megcsináltuk! Te csináltad meg! Én a végén szinte már nem is hittem benne. Hol van? Ott bent! Na hát, egy valódi Karoling sárkányfej. Menjünk vissza, majd holnap folytatjuk. Most túl veszélyes a víz miatt. André! Benézek egy pillanatra. Ne, Maria, kérlek! Nyugi, Ike, nem lesz gond, jó? A francba. Mindjárt kimegyek. Maria, gyere ki! Egy amulett! Micsoda? Egy amulett! Maria, kérlek, gyere ki, gyorsan, Maria! Megyek már! Egy amulett! Gyere már! Add a kezed! Nem gyere! Tudom. Gyere már! Nem tudok kimenni! Maria!
Maria! Maria! Maria! André! Évvel később. Később még visszajöhetünk. Semmi értelme. Akár lehetett ott is, vagy egy kicsit följebb. Fogalmam sincs, 8 év telt el azóta. Egészen keskeny járat volt. És több ezer tonna szikla szakadt le onnan. Tényleg nem tudom, hol lehetett pontosan. Sajnálom. Semmi. Abszolút semmi. Annak idején nem robbantottunk, maga is tudja, professzor úr. A meredély felől indultunk, nem nyomultunk be olyan mélyen a sziklák közé. Eddig sem kételkedtem abban, amit elmesélt. Akkor minek kellett feljönnünk ide? Jöjjön! Jöjjön, jöjjön! Ott odalent. Azt akarják elhitetni velünk, hogy a vízművek. Valaki pénzt és fáradtságot nem kímélve átfúrt 40 méter mészkövet. Költséges, Obi. Odalent nem maradt semmi. Miért? Mi volt ott? Mit vittek el? Reméltem, hogy ezt maga mondja meg. Én? Hogy érti, hogy én? Myers. Annak idején az egész éves költségkeretünket a Nibelung kutatásra pazarolta. Mit gondol, mit vittek el? A Nibelungok kincsét. Részletes listát kérek a tárgyakról, amiket a rendőrség magával vitt. Szívesen elmondom 10-szerre is, hogy ez a hely elsősorban ásatás. Nem érdekel, mit mond a rendőrfőnök. Egyébként azt hiszem, épp most jött meg. Épp ideje volt. Már 3 óra óta várok magára. Katarina Bertold, régészeti hivatal. Először is hadd tájékoztassam, hogy mostantól minden bűnügyi vizsgálatot egyeztetnünk kell Bachmann professzorral. Amúgy pedig ne nyúljon semmihez, ne dohányozzon, és csak a deszkára lépjen. Ezt hol találtad? Mondtam, hogy ne nyúljon semmihez. Ez a gyűrű régészeti szempontból érdektelen. Elnézést, hogy nem mutatkoztam be. Ike Myers. Bachmann professzor asszisztense voltam. Szóval maga az... Igen, én vagyok. Találtak már valamilyen járatot a part felé? Még csak a munka elején tartunk. Annyit tudunk, hogy a falfestmények nagy részét lelopták. Köszönöm.
Köszönöm. A császár végzete. A császár végzete. A legnagyobb összefüggő darab. Arról a kézről beszél? Az a kéz volna a négy kulcs egyike? Azt hiszem, igen. De csak akkor tudom pontosan megmondani, ha rekonstruáltuk a festményt. Mire van szüksége? Mondja meg, mi kell a munkájához. Gondoskodom mindenről. Labor, számítógép, asszisztens, szkenner. Nem probléma. Még valami, Brenner úr. Látja azt az amuletet és az érmét? Igen. Ez a két tárgy sajnos magántulajdonban van. Vásárolja meg őket. Nem eladók. De szerencsére tudom, hol keressem őket. Nem kell semmiféle ásatás. Elég egy kis betörés. A részletek nem érdekelnek, csak az eredmények. Természetesen. Krimi. A változás nem lesz tartós. A keleti ország részben több órára is kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Krimi! A holttesteket elsodorta a tenger. Anyu nem autóbalesetben halt meg, és André sem. Nem. El akartam mondani. Mikor? Amikor elég érett leszek hozzá? Kezdettől fogva el akartam mondani, aztán valahogy túl késő lett, és aztán már... Tudtam, hogy valami nem stimmel. De egész idő alatt féltem rákérdezni. Sajnálom. Anyu tényleg kincsvadász volt, ahogy az újságok írták? Igen, az volt. Te is? Az micsoda? Anyu talált a Rügen szigetén. Ez egy amulett Nagy Károly idejéből. A tiéd. Értékes. Ez az amulett több mint 1200 éves. Nem kell. Lefekszem. Sziaik, miért nem hívtál vissza? Tudod, mit talált a Krüger szigetén? Soha nem fogod kitalálni. Egy föld alatti bazilikát. Méghozzá nem messze a mi hajdani ásatásainktól. Hihetetlen, milyen közel voltunk hozzá, nem? Tessék. A Bachmann gyűjteményhez tartozik, vissza akarom adni. Nem adhatod csak úgy vissza. Itt nálunk rend van, nem tehetünk úgy, mint az égből pottyant volna. És ki tudja, hát egyszer még jól jön, hogy... Én már rég nem vagyok kincsvadász, Justus.
Ne csináld már, Ike. Egy keresés akkor ér véget, ha megtaláltuk a kincset. Ahogy Athanasios mondja. Ki az az Athanasios? Az autófényezőm. Nem értem. Szállítási nehézségek előfordulhatnak. Elvégre ez egy kicsi múzeum, és minden egyes esetet külön mérlegelünk. Igazából néha improvizálnunk kell, és... Katarina Bertold, Bachmann professzor asszisztense Ike Myers. Már találkoztunk. Miért akarta eldugni? Nem akartam eldugni, csak... A 8 évvel ezelőtti Rügen expedícióról való. Myers úr volt olyan kedves, és egy rövid időre a rendelkezésünkre bocsájtotta. Már láttam ilyesmit. Csodálatosak ezek a vésetek, ezek a vonalak. Justus, hol találom a dalos könyvet, azt a vastag lipcsei képes kiadást? Harmadik sor, F7-es polc a tűzoltó készülék mellett. Ha? Jó. Ide hozná, kérem. Igen. Hogyne, persze. Annak idején töprengtünk, hogy miért van rajta a lyuk. Az valaminek a helye. Bele lehet illeszteni valami. Igen, erre mi is gondoltunk. Talán egy érmét, de... Egy pillanat. Igen. Ez az. Egy szolidusz. Az egyik oldalán a Károly pecsét. És a másikon? Nem keresztény szimbólum. Hanem? Egy sárkányfej. Ebből van is egy példányunk. Egy Karolink pénzérme, 22 mm átmérőjű, az aranytartalma 90%. Az egyik oldalán a Károly pecsét, a másikon a sárkányfej. Turisták találták Rügenen. És elküldtük a göteborgi kiállításra. Nem. A szoliduszt ellopták. Tessék? Nem. Előbb a rügeni bazilika. És most a szolidusz. És egy Myers úr, aki véletlenül mindenütt felbukkan. Épp akkor akar állítólag visszaszolgáltatni egy amulettet, amikor itt betör. Persze, hogy felbukkan, ha egyszer a Nibelungok kincsét keresi. A Nibelungok kincsét? Ezt mesélje a rendőrségnek. Egy pillanat. Ike! Végre. Minden rendben. Ha? Meg kell érted egy szegény nőt. Mit gondolhatott volna, ahol felbukkasz, hirtelen dolgok tűnnek el. Tényleg fura, nem? Háromszor is telefonált, borzasztóan sajnálja, de komolyan, Ike. Jó, rendben. Akkor? Mondd meg, miért vagy rám dühös, ha? A szoliduszt ellopták, ez bizonyítja, hogy jó nyomon jártunk. Folytatnunk kell a kutatást. Tudom is, hogy hogyan, szabadságot veszek, jó? Úgyis elegem van mindenből, Ike. Nem. Kérlek. Nem. Akkor csinálom tovább egyedül. Menj csak, menj! Ugye tudod, hogy egyszer csodáltalak, he? Ne félj, már elmúlt. Csak ne lennél ilyen fafejű. Francba. Rémi, hol vagy? Oda megyek.
Egy keresés akkor ér véget, ha megtaláltuk a kincset. Mégis kell az amulett. Juhu! Pontosan ezt akartam hallani tőled! Pontosan ezt, Ike. Apu! Elmehetek még Ellával? Nem, ma nem! Ike, na hát! El sem hiszem. Hogy vannak a múzsák? Ne is kérdezd. Mondd, valami baj van? Vagy csak a cuccodért jöttél? Hosszú történet. Őt megismered? Lars? Creamy? Szia. Tudom, megnőttem. Hol vannak a karabinerek? Sajnálom, fogalmam sincs. Annyi biztos, hogy semmit sem dobtam ki. Jól van. Volt még egy kék doboz, tudod hol van? Kék doboz? Ahó, ahó, Justus meghozta a Solidust. Mondtam, hogy nálunk rend van. Mindenkiről készítünk gipsz lenyomatot. Szia, Creamy. Szia. Hogy vannak a búzsák? Még mindig kalabban? Még mindig sapkában. Hol van a Solidus? Hogy hol? Itt. Abrakadabra, az öntőformában. Lars lelakott kemencében is első osztályú másolatot tudok készíteni róla, de csak ha jól viselkedtek. Majd meglátjuk. Anyu mindig olvasott nekem a könyvből. Nem a rajnába sülyeztették a kincset? De igen, Wormsnál, Lohheim mellett. De 1200 évvel ezelőtt megtalálták. Nagy Károly, ugye? A kincsből fel akart fegyverezni 20 000 embert, és a Szentföldre vonulni velük. Mindezt 200 évvel az első keresztes hadjárat előtt. Láj, te forró! Ilyen a csak tűz. Hogy a saját szövetségese, Adorján pápa fordult ellene. Azt akarta, hogy a Nibelungok kincse a Vatikáné legyen. Ide le is írták, hogy a kincs azonban visszájcított Károly népe körében. Amikor Károly rájött, hogy még a saját pápájával is harcolnia kell a kincs miatt, inkább elrejtette. Válj meg attól, amit szeretsz, hogy megmenthesd a tieidet. Hadd találja meg a kincset egy bölcsebb ember. Bölcsebb időkben. Na, most mutasd meg, mit tudsz. Mit érek önmagában a Solidusszal? Hamarosan megszerezzük hozzá az amulettet is. Károly megparancsolta a bizalmasainak, hogy a birodalomban rejtsenek el 4 kulcsot, és a rejtek helyeket rejtvényekkel védjék. Az első a hit ösvénye. Hildegardnak, Károly elhunyt hitvesének és udvari kincstárnokának tiszteletére. A császár végzete. Mindig egy kézjel képezi. Talán egy kézereke lehet. A harmadik az Isten szeme. Valószínűleg egy országalma. A negyedik a birodalom feje. Nem tudjuk, mi lehet ez, egy korona vagy Károly csontjai. 4 jel. A világcsarnokához, a kincses kamrához vezetnek. A kincs nagyobb, mint amit az emberiség el tud képzelni. 4 kulcs a Nibelungok kincséhez. Rengeteg arany, drága kövek. Siegfried láthatatlanná tévő sapkája. Anyu erről sokat mesélt, igaz? Siegfried kardja a Balmung. És egy fiola sárkányvér.
amely halhatatlanná tesz. Mindezt a világcsarnoka rejti. Megvan a térkép a kincshez. Hozzá el nekem a 4 kulcsot. Az sokba fog kerülni. Pénz. A pénz nem számít. Soha nem a pénz számított. Csak az emberek. Minden az embereken múlik. Az első kulcs valószínűleg megvan. Egy szakács. Szakács? Ez egy szakácssapka. Nem szakács. Nem, inkább püspök. Egy püspök süveg. Igen. Egy püspök. Hogy is hívták? Hildebold. A szürke eminenciás Károly udvarában. Hildebold Köln érseke volt. A Kölni dóm. A Kölni dóm. Meg jól a történelem kulcsát. Vagy szerezd meg valahonnan. Tessék. Mondd csak, te ismerted személyesen ezt az Ike Myers-t? Nem, én csak 2001-ben kezdtem, addigra ő már elment. Na csak. Úgy látom, erősen foglalkoztat a pasas. Nézd csak, szerinted ez jó? Carolus Serenissimus Augustus Adeo Coronatus Magnus Pacificus. Nem teljesen pontos, Beltor, de... Beltor kisasszony. Igen? Heinrich Brenner úr üzeni, hogy rendkívüli módon értékelni az ön társaságát. Heinrich Brenner? Volna egy kis ideje? Nekem most már be kell mennem. Várj, megyek én is. Most éppen nem alkalmas. Mondja meg neki, kérem, hogy majd máskor. Legyen szíves, engedjen el. Szerintem találkoznia kellene vele. Engedje el a karomat. Ahogy kívánja. Brenner úr? Ha a szerény befolyásommal csak annyit értem el e földtekén, hogy egy ilyen nő, mint maga felismer, már elégedett vagyok. Justus mondá, legyen világosság! És lőn! Az odafönti Kölni dómot Nagy Károly nem láthatta. Nem. És a Hildebold dómot? Azt sem. 56 évvel a halála után készült el. A fátummal vigyázni kell. A sorsom a jobb kezemben nyugszik. Ez a szexel kapcsolatos, igaz? A fátum? Az a végzett. Ez egy temetési ritus. Ha a kulcsot a Hildebold dombban rejtették el, csak a legrégibb részben lehet. A hajdani bazilika kórusán. Annak az építését még láthatta az öreg Károly. Ezek mind Károlin minuszkulák. A szerzetesek találták ki Károlynak, ugye? Igen. El tudod olvasni őket? Azt hittem, te igen. Hát, ez jól kezdődik.
Tudom, ki segíthet nekünk. Ki? Bertold. A főnöknőd? Kockáztatod, hogy esetleg kirúgjon? Na jó. Van jobb ötletem. Te hívod föl. Micsoda? Az adósod azután a rendőrségi cirkusz után. Úgyis bocsánatot akart kérni. Többször is mondta azzal a bizonyos árnyalattal a hangjában. Nincs térerő. Egyen kérem. Egyen, maga még fiatal. Köszönöm, nem kérek semmit. Tudja, mi ez? Honnan szedte? Beszéljen. Nem mondhatok biztosat. Az ékszerek nem a szakterületem, de találtak hasonló amuletteket Peruban és környékén. Segítenie kell. Nincs sok időm. Jelentéktelen pepecselés helyett most történelmet írhat. Érdekli a dolog? Mindenkit érdekelne. A Nibelungok kincse. Létezik, vagy nem létezik? Harry Potter létezik, vagy nem létezik? Bertolt kisasszony, minden anyagi eszközt a rendelkezésére bocsátok, hogy... Bocsánat. Igen? Halló? Hall engem? Tudja olvasni a Carolingkori minuszkulákat? Miért kérdezi? Hol van most? Bocsánat, de most mennem kell. Köszönöm a vizet. Klassz, hogy eljött. Tessék. Úgy értem, örülök, hogy időt tudott szakítani arra, hogy eljöjjön. Hol van? Itt vagyok. Ez itt a hit ösvénye. Szerintem ez a Nibelungok kincséhez vezető négy kulcs egyike. Honnan szedte? Mármint a Solidus. Én készítettem saját kezüleg a mi Solidusunk gipsz lenyomata alapján. Éppen beleillik az amuletbe, igen. Cézár Minitum. A harcosok császára, szabálytalan helyesírással. Ide K-t írtak a C helyett. Biztos benne? Úgy értem, ha abból indulunk ki, hogy nem egy helyesírási gondokkal küzdő kőfaragóról van szó, akkor ez a kis hiba közölni akar velünk valamit, nem? Ha? Signo contrarius. Signum draconigena. Azt jelenti, e jellel szemben a sárkány jele áll. A K annyi, mint Carolus. Ha úgy vesszük, hogy a Károly pecsét a négy égtáj szimbóluma, akkor a K jelenti a nyugatot. A Signo S betűje felel meg a keleti iránynak. A felirat szerint ezzel szemben kell lennie a sárkányfejnek. Megint csak nyugat. Voilà.
Mit akar ezzel? Gondolom, tudja, hogy ez a sírlap több mint 1200 éves, úgyhogy csak óvatosan. Justus a szemembe világít. Jut eszembe, Justus, legyen szíves, vigye vissza a kulcsot oda, ahonnan mindig el szokta csorni. Rendben! A lámpákat is le fogom kapcsolni. Jó, jó. Tudom, hogy egy kicsit hűvös, de ha jobban megismerje az ember, akkor... Justus! Na hát, ez hihetetlen. Ha-ho! Igen? Mi van odalent? Ez micsoda? Fogalmam sincs. Nem a Hildebold dom része. Ott van három folyosó. Igen. És itt a lépcső. Te mész előre. Gyere, foglak. Katarina, az arcot a fal felé, ne a popót. Hm? Justus, hagyd már abba, ne marháskodj! Jó büdös, van odabent. Hé! Hey! Na, melyiket választjuk? A középsőt. Várjon! Most hová megy? Követjük a kalapot. Óvodások. Megbocsát. Egyértelmű, hogy ezek nem római harcosok, hanem károlinkoriak. Károly katonái. Mondja maga. Nézze! Titkos írás, a Káldeus ABC. Bocs. A tudomány álláspontja szerint az csak a 14. században alakult ki. Valóban? De igen, én úgy tudom. Ez a sír volt, viszont egyértelműen idősebb. Klassz, mi? A falak miatt jó az akusztika. Justus! Gyere innen! Te idióta!
Mostantól ne nyújj semmihez. Ha ez itt tényleg a Kádeus ABC kora középkori formája, akkor a felirat a kövön körülbelül annyit jelent, hogy ő viseli a császár végzetét. A császár katonája, a katona eldalolja dalát és fújja jelét. A császár végzete, a jobb kéz, a dal a jel. Mária mesélt erről. Add a könyvet! Valahol itt volt. Igen, igen, megvan. Rolandról ír. Roland hűbéresként megajándékozta az urát. Odaadta Károlynak. Mi az? Hívjam a tudakozót? A kesztyűjét, igen, a kesztyűjét. Roland Károlynak adta a kesztyűjét. Gyakorlatilag ez volt a jobb keze. A végzete. A fátuma. Színes zászlóink lobogtak a szélben. Sátraink ott álltak a domb fölött a réten, és rikoltott a kürt. Honnan szedte ezt a könyvet? Meg kell keresnünk Roland kürtjét. Roland kürtjét. Roland kürtje a mesebeli olifánt volt. Olyan, mint ez? Mint egy agyar. Ilyesmi? Ez az olifánt? Fogalmam sincs. Majd én. 5 év egy szkábandában. Mehet? Mit játszok? A francba ki akartátok? Inkább bízza rám, jó? Már így is eléggé összerondítottunk itt mindent. Kérem, Myers úr, jöjjön le! Ezek a holmik több mint 1000 évesek. Jöjjön! Én megmondtam. Mit keresnek egyáltalán? A császár végzetét. A császár végzetét. Az hogy néz ki? Itt csak egy mumifikálódott férfi holtest van, aminek levágták a karját. Rajta állsz a megfejtésen. Persze. Római számok. 2 és 22. 22×2 az 44. Gondolják, hogy ez újabb útmutatás, hogyan tegyünk tönkre valamit? 2 és 22. Jelentenek valamit ezek a számok a Karolink történelemben? Fogalmam sincs. Második sor 22. harcos. Ha? Miért nem? Három kapu, három Karolink törzs. Húsz.
Ne nyújjon hozzá, míg ott nem vagyok. Nem, de hogy is. Hello, 22-es. Egy kezet. Mi ez? A császár végzete. Ha? Itt járt valaki. Igen, pár ezer éve. Ki az? Brenner úr nem akar feltűnést. Én sem. A kölni dómot 1248-ban egy meroving templomra kezdték ráépíteni, amely már Nagy Károly korában is állt. Ezek gyerekrajzok. A könyv Máriának, Ike Myers meghalt feleségének a notesze. Épp most rekonstruáljuk. A benne található információk és a falfestményről szerzett ismereteink... Egy pillanat. Mi van vele? A tüdőben és a nagyvérkörben keringő vér keveredik egymással. Már nincs sok ideje hátra. Hihetetlen. Épp úgy, mint a Nagy Károlynál, 1200 évvel ezelőtt. Brenner úr már holnap reggelre várja az eredményeket. Igyekezni fogok. Remélem maga is. Szólj Katarinának, hogy itt az idő. Katarina! A
az elektromos feszültség lehasítja róla a piszkot és a lerakódásokat. Nem látok semmit. Mindjárt adok neki még egy kicsit éni. Óvatosan kell megtisztítanunk, ha nem akarunk kárt tenni benne. Tudom már, a pozitív kationok átcsoportosulnak a negatív katódokhoz, vagy mi. Érdekesen szappanoz. Hm? Ahogy a lábujjai egymást dörzsölik. Olyan, mint... Mint? Úgy néz ki, mintha kicsi törpék birkóznának valamiért. Vagy valami ilyesmi. Katarina! Megy az elektrolízis! Na, gondoltam, hogy szólok. Igen. Akkor én most visszamegyek. Justus? Igen? Mondtam, hogy ne kezdjék el nélkülem. Igen, de... csak éppen, hogy elkezdődött. Bocs, elnézést. Justus? Igen? Mi történt akkor Rügen szigetén? Rügenen? Az egész partfal leszakadt. Az egész szírt. Iszonyú vihar tört ki. Maria és André be akart mászni a barlangba. Ike-nak nem lett volna szabad megengednie. Ő volt a vezetőjük? Igen. Ha visszatartja Mariát, akkor... a francba. Akkor talán még élne. Ez nem igaz! Hazudsz! A francba. Creamy! Állj meg! Valamit félreértettél! Magára hagytad anyut! Neked kellett volna vigyázni rá! Nem hagytam magára ezt! Ezért rúgtak ki az egyetemről, igaz? És ezért hazudtál nekem végig, egész idő alatt! Nagyon nem jó a lányodnak lenni, nagyon nem Hallgass jó! Hallgass meg, Creamy! Gyerünk, beszélj! Igaz, hogy rossz a lelki ismeretem. És rohadtul érzem magam, ha arra a napra gondolok. Nagy hibát követtem el. Bármit. Bármit megtennék azért, hogy Maria még éljen. Megvan. Mi lehet ez? Egy szarka. Egy szarka. Törölje a Winchestert. De hát éppen most... Töröljön mindent. Rendben. Ahó! Tálalva van! Ipica quid
E pikákvét stász lapész. Menj, szarka, miért állsz még mindig úgy, mint egy kő? Háj, miért nem írják azt, hogy nyomja meg a gombot és küldjük? És tényleg ez lenne nagy Károly akarcsontja? Szarka, miért éppen szarka? Mondjuk, mert... Lápisz. Kő, szarka és kő. Kő és szarka. Szarka és szikla. Szarka sziklák? Az Extersteine a másik neve. Rupes picarum. A szarkák sziklái. Az Extersteine. Szuper, mehetünk a teutoburgi erdőbe. Rászedett engem, és André Bergert. Tudja meg, mire készül. Milyen messze mehetek el? Amilyen messzire kell. A keresztlevételről az egész észak-nyugat-európai térség egyik legjelentősebb plasztikája. Higgye el, itt semmit nem találunk. A sziklákat már százszor átvizsgálták. Régészek egész nemzedékei dolgoztak már itt. Semmi értelme. Megvan. Talált valamit. Justus? Igen. Van egy helyiség a nyugati oldalon. Azt mondja, nyugatra? Ott szikla van. Igen, a szikla vastagsága. Rövben adták meg. Persze, régen rövben mértek. A túloldalán található egy kiszögelés, látják? Ez az. Micsoda zseni vagyok. A helyiség egy barlang. Egy barlang lesz az. Kívülről lehet megközelíteni. Sziklát kell mászniuk. Az Isten szemét keresem, fiatalember. Ha, akkor rossz helyen jár. Ez múzeum, nem templom. Egy pillanat, hagyja abba, beszélhetünk az Isten szeméről, csak eresszen el, jó? Együttműködöm, az Isten szeme, hol az Isten szeme? A szemek mindenütt vannak. Nem veszi fel. Hová megy? Várjon! Ezt a kiszögelést mondta Justus. Ne féljen, nem kell jönnie. Egyedül csinálom. Szó sem lehet róla. Én is megyek. Ahogy gondolja. Segítek! Jöjjön! Jöjjön!
fogom. Igen. Igen. Minden rendben? Akkor mehetünk. Kocsia, szívesen vezetnék egyszer egy ilyet. Mondja, mennyit fogyaszt? Az ilyen klassz járgányok általában jó sokat megesznek. Persze az a fő, hogy élvezze az ember. Egyre jobban beleszerettem a görögökbe. De sajnos a múzeumban nem tudtak állást adni. Úgyhogy végül Bachmann és a Caroling reneszánsz mellett kötöttem ki. Persze. Ez is klassz. De mégsem a görögök. Miért néz így? Ha esetleg azt a benyomást keltettem, hogy... az az érzésem félreértett. Világítsam. Egy sárkányfej. Kérem az erekét. Látja a lyukakat? Mit akar csinálni? Az nem lehet, hogy... Nagy Károly alkarcsontjáról van szó. A kezet. Nem! Ne gyerekeskedjen már, mutassa a kezet! A gyűrű a középső ujjamban. Valami van benne. Almamagok. Ha tényleg létezne a kincs, azt mondtam, ha. Tudja, mit jelentene az a német mitológiának? Azt, hogy a Nibelungéneket, Hagen von Tronjét, Siegfriedet, Krimhildát. Forduljon meg!
Minden lehetne helyezni a történelemben. Maga nem vesz komolyan. Dehogy nem. Katarina, nem szabad félreértenie. Ahó! Szia, Ike! André! Igen. Rég nem láttuk egymást. De te meghaltál. Meghaltam, aztán feltámadtam. Te robbantottál Rügenet? Mit gondolsz, Ike? Te a nagyszerű hős, az egyetem üdvöskéje, aki megkapott minden támogatást és minden nőt, a legjobb barátom. Semmit nem utáltam jobban, mint a közeledben lenni. Robbantottál Rügenen és megölted Mariát! Igen! Gyerünk, add ide, kérem a hátizsákot! Komolyan beszélek. Ó, már nem úgy van, mint régen, fogd már föl! Csak bízza rám. Nem tudsz mit kezdeni a kulccsal, ha érted, mire gondolok. Hogy nem tudok mit kezdeni vele? Kifedezte fel Rügenen a bazilikát, te vagy én? Én láttam a falfestményt. Add ide a zsákot. Jöjjön! Ike! Ugranunk kell! Sajnálom, nem megy. Dehogy nem, ott van a víz. Úgy is látlak. Nem győzhetsz mindig, te! Add ide a hátizsákot! Tessék, menj érte! Nem! Katarina! Magánál valami, ami nem a magán. Maradjon fekve! Kérem, nincs véletlenül egy picskája. Nincs, nem hordok magamnál. Megértem. És magánál sincs? Nincs. Várjon! Várjon! Jól van? Igen.
És maga? Aha. Köszönöm. Ha? Ja, igen. Fáj? Nem. Nyugodtan megmutatja, hogy fáj. Ha-ho! Ah, szóval itt vagytok. El sem tudjátok képzelni, mi történt. Iha, hol is kezdjem? A múzeumban ültem, és épp az zseniális ötletem támad, hogy elnézést, zavarok. A hit ösvénye. A császár végzete. Berger úr maga nem lojális, és ez gyenge jellemre utal. Csak félreértés történt, szerencsétlen félreértés. Úgy gondolom, továbbra is együttműködhetünk. Rajtam kívül ki volna olyan helyzetben, hogy megtalálja a negyedik kulcsot? És vele a Nibelungok aranyát. Arany? Ugyan, én a vért akarom. A sárkányvért. Ami Siegfriedet sebezhetetlenné tette. Az majd meggyógyít. Meg fogja kapni. Nem bírom tovább. Lassan be kellene fejeznünk, nem? Nem. Mária könyvében minden benne volt. Kell lennie valami támpontnak. Ez őrültség. Nem tud most elolvasni minden egyes könyvet, amit Mária valaha kikölcsönzött. Magának nem kell maradnia. Arra kellene rájönnünk, hol van a birodalom feje, mikor pedig egyetlen kulcsunk sincs. Jó reggelt, Bachmann professzor! Justus, hová megy? Kávét hozok, vagyis viszek. És mióta iszik vodkát? Hát... Myers, kitiltották innen, és ez még érvényes. Akkor hívjon a rendőrt. Professzor úr, a Karolingoknál mit jelképez az almamag? Ezt keresgélik. Háromféle ma: tölgy, alma, pínia. Három fa. Három törzs. A középkori szimbolika szerint az akkori Európában csak egyetlen hely létezett, ahol a három törzs, a román, a kelta és a germán együtt élt. Ez a hely lett Nagy Károly hatalmának központja. Áll. A birodalom feje. A Károly szobor. Biztonsági üveg, új lenyomatolvasó, riasztó. Csak hogy tudd. Köszönöm, Justus. A Károly mellszobrot soha nem adjuk kölcsön más múzeumnak. A következő restaurálást 2011-re tervezzük. Sajnos már arra is betelt a kutatók listája. Az egész világról jönnek. Gondolom tudja, hogy megy az ilyesmi. Igen, tudom, hogy megy. Myers úr, jöjjenek el ma este a szimpózium megnyitójára. Ott sok kérdésre választ kaphatnak. Sajnáljuk, de elég érkeztünk máshová. Szívesen eljövünk. Természetesen én is szívesen rendelkezésükre állok. Ha óhajtják. Ostoba liba. Miért?
az új lenyomatolvasó. Justus, minden megvan? Nálam igen. Csak szállítsák az új lenyomatokat. Csak nézni, nem fogdosni. Egy a tízhez, hogy nem sikerül. Alábecsüli Justust. Alábecsül? Ez tény. Sokan van. Ez remek. Nem számítottam rá. Bertolt kisasszony, igazán örülök, hogy újra láthatom. Az úr pedig? Ike Myers, Brenner úr. Ike, azaz tölgyfa. Vagy uralkodó. Remélem, a fiatalember méltó erre a névre. Azt hiszem, igyekeznünk kellene. Igen. Csak nézni, nem fogdosni. Foglalkozzon inkább az új lenyomatokkal. Brenner úr alapítványa igen szép összeget bocsátott a múzeumunk rendelkezésére. Igen? Ez igazán nagy lelkű. Bizony, nagyon-nagyon nagy lelkű. Köszönöm. Asszonyom. Megvárja az előadásomat. Csak amiatt jöttem. Nyugodtan elvehet egy teli poharat. Tudom. Rendben. Brenner úr az előadás után megnézi a Károly mellszobrot. Neked mennyi idő kell? A zselatinnak meg kell száradnia, úgyhogy kb. Egy óra. B-terv. Hogyan is kell tehát elképzelnünk Nagy Károly külsejét? A különböző feljegyzések és ábrázolások alapján kialakul a kép. Nagy Károly zömök férfi volt, haja világos árnyalatú, orra hosszú, nyaka vastag, pacakja meglehetős. Meglepő, hogy Károlynak a feljegyzések szerint 9 felesége volt és számos szeretője. Ezektől az asszonyoktól összesen minimum 36 gyermeke született. Elnézést, hölgyem. Nemrég értesítettek, hogy az épp. Ez biztos? Igen. Elnézést, hölgyeim és uraim. Most értesítettek, hogy az épületben bombariadót rendeltek el. Megkérhetem, hogy mindannyian hagyják el a városházát. Ha nem tart sokáig az egész, utána szívesen befejezem az előadásomat. Köszönöm, viszontlátásra. Viszlát. Elnézést. Szerintem ez hamis riasztás. Szerintem is. Valaki el akarja lopni a Károly szobrot. Katarina, jöjjön! Biztosan mindjárt jön Ike is. Ez egy nagyon régi trükk. A házat kiürítik, a tolvajok így nyugodtan dolgozhatnak. Mondja, Myers úr, igazából mi a szándéka? A rendőrség kiüríti az épületet. Mi itt maradunk kettesben. Szeretem, ha egy férfi vállalkozó kedvű, még ha az eljárása kicsit szokatlan is. Először azért nézzük meg a Károly mellszobrot. Ha így izgatja, nézze meg, minden rendben van-e a szoborral. Én fölhívom Brenner urat. Na tessék, nézze meg! Erre. Oh, már azt hittem, hogy... Myers úr. Elviszem a Károly szobrot. Tessék? Egyetlen éjszakára. Holnap reggel visszahozom. Maga pedig segíteni fog. Maga?
maga megőrült. Azonnal kifelé! Most megkötözöm és betömöm a száját, mintha igazi betörő lennék. Másképp még rosszat gondolnának magáról, amiért beengedett. Ha segít nekem, nem tudja meg senki. Ha nem segít, az állását örökre elveszíti. Mit választ? Ne tömje be a számot. Ez nem lehet igaz. Elindul a végre! Gyerünk már! Hogy merít beszélni velem? Nem veszi észre, hogy mit művel? Ez már büntény, a szobor nemzeti kultúrkincs. Justus, te vezetsz. Elnézést? Szó sem lehet róla. A szobornak semmi baja, nézze meg, teljesen sértetlen, csak megvizsgáljuk a legnagyobb gondossággal a régészet legszigorúbb szabályai szerint. Na, medünk! Ezek Brenner emberei. Micsoda? Ó, a fenébe. Remek, és most? Lehetséges, hogy elloptak valamit, Myers úr? Ike! Add ide a szobrot. Nem tréfálok. Ne, ne! Nem fog lőni. A város közepén vagyunk, itt nem lőhet ránk. Kettő? De ránk lőhet. Sajnálom. Nem, ostobaság, egyáltalán nem sajnálom. Hagyták, hogy elvegyék maguktól a szobrot, mint két ovis. Azt hittem, hisznek a kincsben. Mindig a szememre vetették, hogy én nem hiszek a csodában, és most mindegy, hagyjuk a fenébe. Hisz a kincsben? Biztos, hogy jól hallottam. Katarina Bertolt hisz a Nibelungok kincsében. Már késő. Brenner és André győzött. Nagy Károly. Régebben milyen volt André? Katarina szerint most őrült. Ez hogy jutott eszedbe? Felrobbantotta a sziklát. Mind meghalhattatok volna. Ez beteg dolog. A barátja voltál, nem? Nem vettél észre semmit? Nem. Ha valaki régóta a barátod, nem veszed észre a változásokat. Felveszed? Igen, persze. Sajnálom. Tudom, hogy nem te vagy a hibás. Myers. Ike, kapcsold be a tévét. Nem tudjuk, mi áll a példátlan akció hátterében. Egyedül Heinrich Brenner művészetpártoló és mecénás lélek jelenlétének és személyes intézkedésének köszönhető, hogy a Károly szobor ismét a megszokott helyen áll. A rendőrség szóvivője szerint... Igen, hallottam, de egyáltalán nem érdekel. Ike Myers? Igen. Van egy érdekes ajánlatom az ön számára.
Mit akar? Pontosan tudja. Van magánál valami, ami az enyém. Maga miről beszél? A Károly szobor nem volt hiánytalan. Szeretnék magával barátságosan megegyezni. Már nem érdekel a dolog. Mi nem érdekel már? Mindjárt jövök. Kérem, azonnal dobja ki. Brenner úr köszöni a szolgálatait. Ez meg mi? Ez kérem egy csekk, 5000. Brenner úr, mit jelentsen ez? Hé, én ismerem Mike Myers, nem fog engedni. Brenner úr, én... Igen, közel járok, adjon még időt, egy-két napot, kérem! Mindent adhatok, mindent, csak időt nem. Kitalál, ugye? Igen. Az ő feje, Krimi, tényleg az ő feje. Nem volna logikus, ha feltételeznénk, hogy a fej, amely ott rejlik, ez az Vigyázz. Egész... Jó napot. Szia, Krimi. Szia. Katarina. Hol a koponyacsont? Foglaljon helyet. Tessék. Katarina. Kérem, ne haragudjon meg rám, de a koponyacsont jelenleg... Ellopták magától? Nem. Akkor eladta, nem hinném. Nem. A koponyacsont jelen pillanatban nincs olyan állapotban, amilyenben Károly látni szerette volna. Jaj, apu, nyögd már ki, széttört. Nem tört szét, csak éppen nem 100%-os az állapot, amit a kocsi padlóján evert, és... Szóval nem a szobor a kulcs, hanem a koponyacsont. Károly nem akarta, hogy a kincset az ő idejében találják meg. Hadd találja meg a kincset egy bölcsebb ember bölcsebb időkben. Utána néztem. A lyukak és nyílások elrendezése talán támpontot nyújthat. Hadd nézzem. Carolus. A pecsétbetűi K-R-L-S. Hogy volt azzal a Cézár Militummal? K volt a C helyet, és? K. Károly. Vagy császár. Ez a sírbolt R. A latin rúgi, rügen. L, lapis. A sziklaudó, igaz? Igen. De mi lehet az S? Egy állatot jelenthet. Ez olyan, mint egy kereszt. De nem keresztény szimbólum. Csillagkép, északkeresztje, azaz a hattyú csillagkép. Más néven Sván. Ez mint Sván? Igen. Sván. Várjunk csak. Schwangau. Neuschwanstein. Ostobaság. Az második Lajos kora. Mi volt előtte? Talán első Lajos. Castrum Svangove.
Ez lesz az. Igen, ez lesz az. Katarina! Igen? Köszönöm. Kérem. A nyílás. A régi várbástyája akar lenni. Pontosan. Castrum Svangover régi várának bástyája. Mi van vele? A vízesés a hely, amit keresünk. Egyértelmű. Ha a lyukakat szépen a Tegelberg körvonalához igazítjuk. Pontosan beleillik. Hihetetlen. A csont egy középkori Teodolit. Azt a... És a vízesés mögött... Lébabőrös lettem. Ez a Károly láz. Hívja fel Brennert. Brennert? Nekünk van egy kulcsunk, neki három. A világ csarnokához mind a négy kell. Így van. Apu! Napot. Brenner úr szeretne megbeszélni valamit magával. Jöjjön, kérem. Myers úr, én egy beteg ember vagyok, aki még nem rendezte el önmagában a dolgokat, és nem akarja itt hagyni ezt a világot. Szerezze meg nekem a sárkányvért. A többi nem érdekel. Richter úr segíteni fog magának. Most nálunk van a négy kulcs. Csak nagyon szűk! Olyan, mint az Expertsteiner. Ez az izé mozog! Tessék! Mozgatható! Segítsen! Jó! Richter, mi történik ott?
És most? Hogy fogunk kimenni? Maga ki akar menni? Bírom a humorát. Szóval ez a világcsarnoka. És hol van a kincs? Tudja, én nem ilyennek képzeltem. Ha-ho! Talán valaki már járt itt. Károly nem akarta, hogy a kincset az ő idejében találják meg. Ezért elrejtett 4 kulcsot. A 4 kulcs nálunk van. Az ő felfogása szerint. A kulcsok megszerzése a megtaláló rátermettségét bizonyítja. Á, szóval úgy gondolja, hogy maga, illetve mi rátermettek vagyunk? Ez vajon mi? Úgy látom, egy emelő. Kicsit túl egyszerű, nem? Túl egyszerű? Attól még lehet jó megoldás. Nézze! Az amulett helye. Az ereklyé. A koponyacsont és... Hova kerül a 4. kulcs? Mi volt ez? Talán mégis az emelőkkel. Nincs itt semmi más. Az öreg Károlynak biztos volt vele valami célja. Várjon! Mire? Egy. Kettő. Thank you.
Bejutottak a világcsarnokába. Bejutottak a világcsarnokába. Látja, amit én látok? Tegeződjünk. Szerintem eljött az ideje. Bizánci arany. Ez egy hegy. Tudom, hogy sokáig nem hittem a könyvbe. Nem, hadd mondjam el. Úgy éreztem... Egyébként tudom, hogy hol van. Hol? Két szekérnek 4 napjába tellett, hogy az összes aranyat elhordja. Jöjjön, Richter! Óvatosan! Elég vékony a jég.
Brenner úr! Nézze! Sárkányvér! Ugye nem gondolja komolyan, hogy... Richter! A bálunk. Siegfried kardja megóvja a kincset. Brenner! Tegye le! Brenner! Békén! Mind a tiéd lehet! Jól vagy? Igen. Jól. Igen. Persze, hogy minden az enyém lesz. Még szép! Brenner! Azt hitte, ilyen egyszerűen megszabadulhat tőlem? Tévedett. Mennyit ért magának az a sárkányvér? Brenner! Mennyit? Mennyit? Kérem, ne! Nem tudhatja meg, tényleg olyan hatásos. André, te megőrültél! A Balmungot, Ájk! André! Add ide a kardot! Ájk! Gyerünk! Gyorsabban! Hozd ide, Ájk! A jég! Mit gondolsz? Milyen érzés lesz Siegfried kardjától meghalni? Ike! Igen!
fenébe. Na mindegy. Nem szabad szomorkodnunk, vagy ilyesmi, mert a kincs nem veszett el. Létezik, csak nem a mi számunkra. Hadd találja meg a kincset egy bölcsebb ember bölcsebb időkben. Ezt mondta Nagy Károly. Igen, pontosan. Ezért szakadt be a jég, és szerintem ez így annyira szép. Talán Károly nem akarta, hogy múzeumban állítsák ki a kincset. A fenébe! A láthatatlan nátívő sapka nem működik. Lehet, hogy túlságosan átnedvesedett. Muszáj továbbra is hinned benne. Nekem? Igen. Én hiszek benne. Annyira hiszek, hogy ti nem is hinnétek. Talán amiatt van, hogy ti nem hisztek benne. Aki láthatatlan akar lenni, az kapcsolja ki a mobilját. Igen, igen. Rendben. Képzeljétek, valaki felhívta a múzeumot, hogy információi vannak Longinus lándzsájáról, rajta Jézus vérével, a Szent lándzsáról, amivel Jézus gyötrelmét enyhítették. Csak azért mondom, mert ötre jön az illető, úgyhogy ha el akarjuk csípni, rohannunk kell. Üzend meg neki, hogy esetleg késünk fél órát, hm? Magyar hangok. Király Attila, Agócs Judit, Szokol Péter, Mics Ildikó, Rudas István, Tóri Bálint, Orosz István. Magyar szöveg Pallinger Emőke, hangmérnök Józsa Levente, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.